Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Vereséget szemelt Hadai Pályán a Duna-Aszfalt DTKH férfi kosárba csapata. Ötödik alkalmas elrajtott a Vionin futóverseny mezőnye. Az U9-esek tornáján megemlékeztek Hájás Sándor a legendás edzőről. Az oroszlánytól elszenvedett vereség után vojvodáik vártak a mieinkre. A Kecskemét a negyedik negyedben nem bírta jobb dobóformát mutató Albával. A bajnokság 19. fordulójában az Alba Fehérvár volt a Duna-Aszfalt DTKH ellenfele. A hatodik forduló óta, amikor ott 2 ponttal nyert a Kecskemét, alaposan átalakult a kékfehérek kerete. Edzőváltás és légiós cserék után a tabellán is szépen araszolnak felfelé. Jól kezdett a hazai csapat és rögtön 7 ponttal meglépett. Erre gyorsan reagáltak vojvodáik és így 19-19-szel zárult az első negyed. A folytatás is nekünk tetsző volt egészen az időkérésükig, mert onnantól megint felzárkozott a kékfehér gárda. 4 pontos előny birtokában kezdtük a harmadik felvonást és ezt 11 pontosra növeltük. Az Alba agresszív védekezésre váltott és támadásban a Szabó-Vojvoda páros termelte a pontokat. Az utolsó 10 percre is maradt 6 pontos előny, és ez egyre jobban idegesítette a vendégeket. Smith kiállítása után sem vesztett lendületében az Alba, sőt olyannyira felpörögtek, hogy egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. It was a close game all the way. Szoros mérkőzésen tudtunk nyerni. Nagyon fontos volt, hogy a harmadik negyedben, amikor a Kecskemét elment 11 ponttal, nem estünk szét, mint Nyíregyházán. Az utolsó 10 percben pontosabban dobtunk, és ez volt a döntő momentum. Nagyon boldogok vagyunk, mert megindultunk felfelé. Gratulálok a Fehérvárnak, hiszen megnyert a mérkőzést, azt gondolom, jól játszottak. De egyszerűen ugyanott vagyok, mint a legutóbbi hazai mérkőzéseinken, amikor a top csapatokkal, a Debrecenre gondolok itt, vagy a Falkóval, teljesen kiki mérkőzést játszottunk. Egyszerűen nem tudom elmarasztani a játékosaimat, hiszen 1000 sebből vérzünk, és köszönöm, hogy egyáltalán vállalták néhányan a játékot. Azt gondolom, hogy most ilyen periódusban vagyunk, hogy mindenki ellenünk dobja az élete dobóformáját, hiszen az Alba is a kritikus pillanatokban rendkívül fontos 3 pontosokat dobott, még nekünk is tökéletesen tiszta üres helyzeteink megvoltak. Táncolt a gyűrűből, utolsó másodpercig küzdöttünk. Azt gondolom, hogy a sport ilyen, reméljük, hogy majd ez egyszer visszafordul, és a számunkra fontos, tehát a velünk egy kategóriai csapatok ellen egyelőre azért ezeket behúztuk hazai pályán, de szomorú vagyok, mert megérdemelték volna a játékosok, és azt gondolom, hogy amellett nem mehetünk el szó nélkül, de tényleg őszintén mondom, hogy erről felül teljesítünk, tehát most is a meccs előtt derült ki, valamelyik játékosunk, ahogy más ilyennel gyakorlatilag fel se tud kelni az ágyból, elvállalta a játékot, nyilván nem lehet tőle azt várni, hogy csúcsforma legyen. Ugye mindenkinek nagyon vékony a keret, minden egyes felnőtt játékos, hogyha nem 100%-os, ezt megérezzük. Így is egy labdás meccsen buktunk el, úgyhogy hát remélem, hogy ez nem veszti a kedvünket, azon dolgozunk, hogy ezt minél előbb töröljük, és a következő számunkra szintén fontos mérkőzésen idegenbe majd győztesen tudjuk elhagyni a pályát. Egyéb eredmények. Nyíregyháza Sopron 81-88, Ose Szeged 90-83, Körmend Deasz 89-73, ZTE Ose 88-87. A Kaposvár Falkó mérkőzés elmaradt. A Kecskemét 8. a tabellán. Az úszással Kecskeméten is elindult az olimpiai ötpróba pontgyűjtő verseny sorozata. Itt járt Kis Gergely, az ötpróba nagykövete, aki beszélt a régmúltról és a dicső jövőről. 2021. július 1-jével újraindult az olimpiai ötpróba. 8 sportágból válogathattak a pontgyűjtő akció résztvevői. Szombaton a Kecskeméti fürdőben 300-an éltek a lehetőséggel. 1978-ban, amikor indult, olimpiai ötpróba néven nagyon népszerű volt, és egy egyszerű pontrendszer volt, de az emberek élvezték, hogy jutalmakat, sportfelszerelést kaphatnak a teljesítményükért, ha elmennek ilyen rendezvényekre. És 2016-ban a nagysportágválasztó csapata kapta azt a megbízást, hogy ha már a nagysportágválasztóból szűk 10 év alatt egy nagyon nagy rendezvénysorozatot csináltunk, akkor ezt a sikert próbáljuk meg átültetni az ötpróbába is. Így én a nagysportágválasztó kommunikációs vezetőjeként lettem az ötpróba futó nagykövete. Azért lett egy vízilabdás futó nagykövet, mert kicsit ezt az életmódváltást, ezt az átalakulásra való képességet próbálom képviselni, és ezt a mintát mutatni az embereknek, miszerint
fotelból föl lehet állni, el lehet kezdeni mozogni. Aki régen cselgáncsozott, vízilabdázott, kézlabdázott, megtanulhat úszni, megtanulhat futni, biciklizni komolyabb szinten, tehát nem alapszinten, komolyabb szinten. Én is ezért elkezdtem futni, járni, saját tudásomhoz képest nem lövöm túl képességeimet, tehát nem megyek bele olyan dolgokba, amik veszélyesek a sérülésekre. Egyébként a biciklizés során ez megtörtént velem, hogy túlhajszoltam magam, és az nagyon rossz hatással volt rám. Cseh Laci, négyszeres olimpiai ezüstérmesünk, az úszó nagykövetünk, Storz Botond háromszoros olimpiai bajnok kajakosunk, az evezés nagykövetünk. Ugye van futás, mindenféle evezősportágak, tehát száp, kajak, kenú, sárkányhajó és mindenféle. Van úszás, ugye van hegyi kerékpár is most már, van országúti kerékpár, van triatlon, és van görkorcsolya is, ez a legújabb. Ugye ez a 21. század üzenete már, hogy így tulajdonképpen 8 sportág, 8 ágazat van az 5 próbán belül. Az 5 alapsportág, ugye még a túrázás majdnem kihagytam, nagyon fontos, hiszen Magyarország gyönyörű erdeiben, mezein, hegyein lehet túrázni, és nagyon sok pontot gyűjteni. Minden rendezvénynek szerintem most ebben a járványhelyzetben sajnos, ebben a Covid időszakban a kihívást jelent a létszám, az, hogy legyenek is a rendezvényén, de úgy gondolom, hogy Kecskemét, ugyanúgy, ahogy az eddigi vidéki helyszíneink Miskolc és Debrecen, jelesre vizsgázott, illetve vizsgázik ebben a pillanatban is ebből a szempontból, mert a reggeli információim alapján közel 300 résztvevő lesz itt ma, annyian fognak velünk úszni. Én úgy gondolom, hogy ez egy első szervezésű vidéki esemény kapcsán nagyon jó szám. Ha valaki felmegy az 5próba.hu oldalra, akkor ott van egy folyamatosan frissülő, aktuális esemény naptárunk, ott az abban szereplő pontgyűjtő állomásokon nyilván tud sportolni és pontot gyűjteni, de ha kifejezetten úszni szeretne az úszónapok keretein belül, akkor 2 hét múlva, február 5-én Szegeden a Tisza Virágúszodában ezt megteheti. Ezek a mozgalmak általában nagyon hasznosak, főleg a fiatalság szempontjából, hiszen ráirányítják a figyelmet az egészséges életmódra, az egészséges versenyszellemre, és ebben a szellemben nevelik a gyermekeket. Egészen más világban most, mint a 70-es, 80-as években, nagyon sok impulzus éri a fiatalokat, főleg a virtuális világból, és azért nagyon fontos, hogy ezek a tényleges megélt élmények, sportélmények, sikerek vagy kudarcok, ezek a mostani fiataloknak is a sajátjaik legyenek, és ezzel a csomaggal induljanak el az életbe. Úgyhogy nagyon fontosnak gondolom, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez újra beinduljon, és újra olyan népszerűséget tegyen szert. Miskolc és Debrecen volt az első két helyszín, a harmadik helyszín Kecskemét, a kecskeméti fürdő. Nagy örömömre szolgál, hogy az eddigi helyszínekhez képest a résztvevők számát tekintve csúcsot döntöttünk, tehát itt van a legtöbb nevező. Ez azt jelenti, hogy összesen 288 regisztráció érkezett a honlapra. A résztvevőknek többféle távot van lehetőségük teljesíteni. A legrövidebb táv 500 méter, a következő 1500, és a bátrabbak, illetve a több teljesítményt vállalók, azok 3000 métert tudnak úszni. Egy elég különleges lebonyolítási rendben, ugyanis a résztvevő egy csipet kap, amit a lábára rögzít, ez regisztrálja az indulást, majd hát ilyen kígyózó úszással a nullás pályáról indul, az egyesen vissza, kettesen oda, hármason vissza, tehát így végig kígyózzák tulajdonképpen az 50 méteres távokat, majd a 10. hossz végén kijönnek, regisztrál megint a csip a lábukon, és akkor az első 500 már teljesítve volt, akinek ez volt a maximum, akkor az be is fejezte tulajdonképpen a próbát. Akik pedig többet szeretne úszni, 1500-3000 métert, akkor értelemszerűen újabb kört tesz meg. Közben lehetősége van a frissítőponton ásványvizet, műzli szeletet, banánt fogyasztani, tud egy kicsit pihenni és rákészülni a következő távra. Legközelebb február 5-én Szegeden lesz úszáspróba, 6-án Kaposváron futófarsang, 12-én Gödöllön túra, 13-án Balatonfüreden az Ultra Grandem Amore, a szerelmes Füred futóverseny a Tagore sétányon. Igazán korán keltek az U9-es labdarúgók. Szombaton 8 órakor már pályára lépett az első két csapat a H.R. Sándor emléktornán. Szombaton a 2013-as születésűek az U9-es korosztály tagjai küzdöttek egymással az első H.R. Sándor emléktornán. H.R. Sándor 2020. július 10-én hunyt el, és az egyesület vezetője rendezvényen emlékeztek meg kollégájukról, a nagyszerű nevelőedzőről.
a 80-as évek legjobb futballistája volt, irányító középpályása a KTL-nek, utána, amikor a labdarúgó pályafutása véget ért, utána edzősködött egy jó ideig a KTL utánpótlásába, majd egy jó döntés után az SC híreséphez jött a gyerekekkel foglalkozni, és több mint 10 évig nagy szeretettel és nadódás. Sajnos nagyon váratlanul, nagyon fiatalon ment el. Az én ismeretségem nagyon régre nyúlik vissza. A régi időkben, még a 70-es években voltak ilyen focitő meccsek hétvégeken, és én a Leninvárosban laktam, a Széchenyi városban, és ilyen Leninváros, Széchenyi város kispályás foci meccseket, tehát így ismertem meg. Utána a gimnáziumban, a Katona József gimnáziumban fölöttem járt, és nagy büszkeségem, hogy bevett a nagy csapatba, úgyhogy én atlétaként fociztam vele. És hát utána ez a barátságunk végig kísérte az egész életünket, figyeltem a játékos tevékenységét a nézőtérről, sőt egyik fiamnak edzője is volt a KTL-be, és akkor amikor adódott ez a lehetőség, hogy váltani szeretett volna, akkor éltünk vele. Ő ezeket a kisebb korosztályoknak volt az edzője, sajnos már második ilyen tornát rendezzük, mert az egyesület első edzője a Bánidi Jósi bácsi volt, most már két ilyen emléktornánk van, remélem ez nem szaporodik gyorsan. Ez a korosztály már az a korosztály, aki már úgy látszik, hogy tud focizni. Itt már úgy kijönnek azok a technikai és taktikai tudások, tehát ez egy élvezhetőbb, és ezért is ezt a tízes korosztályt már Józsi bácsi lefoglalta. Ezentúl az elkövetkező évtizedekben a Sanyi emlékére a 9 évesekkel minden év végén így a Messzi sportcsarnokban szeretnénk tornát rendezni. Rengeteg közös élményünk van. Először is avval kezdeném, hogy kiváló ember volt, pályán kívül, pályán belül, és nagyszerűen nyúlt a gyerekekhez. Óriási érzéke volt a közösségi munkához és a gyerekek neveléséhez. És nagy tisztelet jár neki, mert nem csak a kisgyerekeket, hanem volt játékostársait, a veterán futballistákat is kiválóan, nagyon jó kapcsolatot ápolt velük, és tele volt jó indulattal, tele volt humorral, szeretettel. Nagyon sok ilyen ember kellene a magyar labdarúgó pályára, sőt Kecskemétre, aki hasonló fölfogásba és mentalitással rendelkezett. Az a legkevesebb, hogy megemlékezünk róla, mert egy fantasztikus edző volt, de embernek annál is több, mondott a terve Boton, az egykori Hájel Sándor tanítvány. A violin futóversenyen elindult a kecskeméti futószezon, ezen a megméretésen 500-an álltak rajthoz és teljesítették a távot. 3, 2, 1. A hajnali mínusz 8 Celsius fok, a rajtra mínusz 2-re szelédült, de hát köztudott, hogy a futókat semmi sem tántoríthatja el. Különösen azért, mert a hosszú szünet után ez volt a 2022-es esztendő első versenye. Ilyen még nem is volt, mert minden évben esik valami hó vagy hónos eső, és most ragyogó napsütés van. 500 futó rajtolt el idén, és reményeim szerint ennyien is érkeznek a célba. Minden évben a Facebook oldalon publikálom a futók felé, hogy kik kapják a támogatást. Szerencsére nagyon sok támogatott növendékünk volt. Spanyolországi kurzus, fuvolát vettünk, ütőhangszereket, hegedű vonót, illetve versenyeken voltak a növendékek. Az egyik barátnőm hívott el, azt mondta, hogy ez egy nagyon hangulatos futóverseny, és én is szerettem volna kipróbálni. Most kivételesen nem nagyon sikerült a felkészülés egyébként, mert hát így betegségek meg a rossz időjárás így gátolt minket ebben, de már amúgy több éve rendszeresen szoktunk futni, járni. Nagyon fontosnak tartom a jótékonykodást is, de a sportot is és annak a népszerűsítését. Én is 3 kisgyerekem van, és nagyon sokat szoktam magammal hordani őket, és nagyon szeretném, hogyha ők is sportolnának. De annak is örülnék egyébként, hogyha a zene iránt is tudnának fordulni, majd később, mert most még nagyon kicsik. Visszaeső futó vagyok. Én korábban triatlonoztam, csak aztán kisebb okok miatt abban maradt, és most eléggé visszafogtam az edzéseket, úgyhogy most remélem, hogy eléggé felkészült vagyok erre az újrakezdéshez. Mennyi volt a leállási időszak? 1,5-2 év. Hogyan lehet visszarázódni? Hát kitartás kell hozzá, akarat, én úgy gondolom, illetve sok-sok szabad idő, hogy rászálljak jó pár órát arra, hogy újra elkezdjek edzeni. Én hobbi futó vagyok, szóval ez az első ilyen esemény, amin részt veszek, ilyen hivatalos esemény, szóval csak ki akartam próbálni, hogy milyen.
Na és milyen a hangulata, mert azért az is nagyon fontos, hogy milyen benyomásokkal fogsz majd hazamenni. Nagyon impulzív, nagyon sokan vannak, és nagyon jó látni, hogy ennyi embert megmozgat a futást. Az 5, 10 és 21 kilométeren indulók a városközponton keresztül és vissza többször is megtették a távot ragyogó napsütésben, zenei kísérettel. Folytatjuk a kiskörösi kupagyőztes csapatról készült filmünk vetítését. A kiskörösi kék-fehér színekért küzdj. Ragadd meg a pillanatot. Ez a te napod. Ez a te életed. Az életed filmje rólad szól, melyben te vagy a főszereplő, és a rendező is egyben. Éld úgy az életed, hogy a saját filmed legyen a legjobb előadás, amit valaha láttál. A csapat a következő játéknapon 1-0 arányú bravúros győzelmet aratott hazai környezetben a dobogós helyekért küzdő Kiskunfélegyháza ellen. Az akasztói után, a meccs után azért volt egy elbeszélgetés, vagy inkább nem is mondanám beszélgetésnek, hanem inkább egy magasabb hangvételű monológ, amit az öltözőbe meg kellett ejteni. És igazából úgy gondolom, hogy ezt azért átment a srácoknak, és fordultak egyet, aztán itt a Félegyháza ellen úgy játszottunk, ahogy egész tavasszal játszanunk kellett volna. Tehát ott megvolt az összeszedettség, megvolt, tiszták voltak a fejek, és küzdött egymásé a csapat, nem ez a homályos, úgymond ilyen folyékony massza, ami akaszton kijött, hogy egyszerűen beazonosíthatatlan volt a játékunk, meg teljesen kifordultunk magunkból. Úgyhogy azt meg ugye egy nagy sikerként éltük meg, mert azért a Félegyháza is a top 3-ban mindenféleképpen odasorolandó. Hát én úgy gondolom, hogy akkor, ha tudtuk volna folytatni ezt a sorozatot, és immáron megint nem indulunk el a Ullánvasút csúcsáról le a völgy fele, akkor meg lett volna az az érem, amit szerettünk volna. Mindenféleképpen azt mondom, hogy végre a védelem is, meg előre felé is szükek voltunk, és hát volt mit azért erről felé is, meg védekezőből is fejlődnünk az előttünk lévő mérkőzésekből adóan, mivel az ősszel a 12 mérkőzésen pár gólt kaptunk, a tavasszal a 4-5 mérkőzésen megkaptuk azt a gólt, amit az ősz szezonban a 12 meccsen összesen. Szóval így mindenféleképpen a védekezésünket össze kellett rakni, ebből az edzőnk is elmondta, hogy mire figyeljünk oda, meg hát igazából a taktikában elhangzott, hogy a Félegyháza, mivel előtte egy 3 héttel találkoztunk ellenük, hogy mire kell odafigyelni, nehogy elkövess ugyanazokat a hibákat, amit Félegyházan elkövettünk. És azt gondolom, hogy aki megnézte a mérkőzést így felvételről is, látta az, hogy újra azt a kiskörösi csapatot, azt az arcát mutatta, ami az ősszel volt, hogy egymásért küzdöttünk, hajtottunk, és nem volt elveszett labda, és azt gondolom, hogy a csapat, mint csapat, ez volt a kulcs momentum a mérkőzésben, és tudtuk itthon tartani a 3 pontot. A csapat ismét nem tudta tartani a jó formáját, hiszen Hartán kikaptak 2-0-ra, hazai környezetben egy szomszédvári rangadót is elvesztettek a keceliek ellen 3-1 arányban. Én úgy gondolom, hogy nem kívánt el a szezon előtt senki tőletek azt, hogy ti bajnokságot nyerjetek. Lehet, hogy egy picit ezt nehezen is értékelitek, hiszen olyan sikerekben volt részetek, amit nehéz feldolgozni. Tegyétek túl magatokat ezen, azt kívánom. Felejtsétek el a múltat.
Nincs az, hogy rossz szereplés, jó szereplés, mindig az adott mérkőzés van. Mindig a mai napra gondoljatok, és ha így apró lépésenként mentek előre, akkor sok sikerbe lesz részetek. Jönni fog az eredmény is, megjön a szerencse is. De látjátok, hogy jönnek a keresztbeverések, jól alakulnak az eredmények, a sors, a szerencse adja vissza nektek hétről hétre azt a lehetőséget, hogy ti kezetekben van a sorsotok. Ezt ragadjátok meg. Hát vegyétek már el. Fogjátok meg, és ragadjátok magatokhoz. Ezt kérem a mai napon tőletek, jó? A város neveiben kérem, a szurkolók nevében, hiszen ebben a covidos járványos időszakban nehogy azt ígyétek, hogy nem követi mindenki a csapat eredményeit, nagyon sokan figyelik. Szurkolnak tektek, nagyon sajnálják, hogy nem lehetnek kin a meccsen, és azt szeretnék, hogy ez a csapat, ha vége van ennek a rohadt járványnak, utána együtt ünnepelhessünk. Legyünk ott az utolsó fordulóban együtt a szurkolókkal, és ünnepeljünk. És nem az kell, hogy bajnokságot, ez ne, felejtsétek el, nem a bajnoki cím. Meccstől meccsre hozzátok magatokat. Tegyétek oda a pályán, aki bejön a cserepadról, aki megsértődött, nem akar játszani, az ne is jöjjön. Nem lehet ilyen. Tegyétek félre. Nincs olyan, hogy valakire megsértődök. Ez a csapat akkor sikeres, ha 11-en egyfelé húztok. Az a szekér, ha egyfelé megy, egyfelé toljátok, akkor halad. Ha ebből egy valaki kiáll, akkor nem fog haladni. Nem akarok szándékosan neveket mondani, hogy ki, hogy, meg miért. Tegyétek félre a mai napon. Egy lehet ma, közös siker, közös vesztes meccs, minden közös. Ti egy csapat vagytok, azért vagytok egy öltözőben. De ahogy kimentetek a pályára, onnantól kezdve nincs személyeskedés meg, hogy kivel milyen a kapcsolatom. Nem lehet ilyen. Egy érdek van, a csapat érdek. Ezt kérem, hogy helyezzétek előtérbe. És egy dolog van, a kék-fehér mez, a kiskörösi szín, ezért lépjetek pályára. Tegyetek meg mindent ezért. Senki nem fog szólni, ha ma is például kikaptok. De oda tettétek magatokat. Benne van a fociba. Nincs ezzel probléma. Csak megfelelő hozzáállás kell, és olyan játék, olyan mentalitás, ami bennetek van. Csak ezt tegyétek ki a pályára. Hajrá, Körös! Az ősi magyar harcművészetről, Barantáról a 90-es években készült egy film, amely nem csak a harcművészetről, hanem a magyarok életfelfogásáról is szól. Egy régi pásztorjáték a bottal ütés, ami egyfajta célvadobás. Régen ezzel vadásztak nyúlra, apró vadra. Innen ered az a mondásunk, hogy bottal ütheti a nyomát. Birkózás egy eszközös küzdelmi játék, ami arról szól, hogy két fél rákapaszkodik egy botra, és addig csűrik, csavarják, addig húzzák, vonják egymást, amíg vagy valamelyik nem ügyesebb a másiknál, és ki tudja csavarni a kezéből, vagy annyira el nem fáradnak, hogy az egyik már nem bírja tovább tartani. Hajrá! Ezzel a játékkal az lesz a dolgunk, ketten rákapaszkodunk az egyik oldalára, ketten a másik oldalára, és egy körből ki kell egymást, ja, ki kell egymást tolni a körből. Igen. Elkészülni! Hajrá!
barantás gyakorlás bottal kezdődik, és gyakorlatilag évekig tudnánk egy szál bottal gyakorolni, mert annyi mindent lehet vele csinálni. Miért a botot választottad ehhez, és miért jó nekünk a bot? A régiek is úgy készültek fel, hogy először minden bottal tanultak meg. Úgy kell kezdeni, hogy nekem mutatták, hogy három különböző méretű botot levágunk a gyerekeknek, odaadjuk, és akkor elkezdjük a hosszú botot, a rövid botot, a két botot, meg a fustélyt tanítani neki. A fustély az egy kicsit a lándzsa, meg a rövid botnak is a dolga, a két bottal, akár már a két botos vívásra, meg szabjával való vívásra történő felkészítés is meg lehet tenni, és akkor hamar rájöttünk arra, hogy az alapképességeket végül is bottal is kiválóan lehet fejleszteni, és semmit nem von le a gyakorlat, vagy a bemutató, vagy vagy az edzésnek az értékéből az, hogy az most egy acélkarddal történt-e, vagy pedig egy sombottal valahonnan az erdő végéből megvágva. Hogy igen, így kell folytatni tovább, hogy a többieknek oda kell adni, és elérhetővé kell tenni. Tehát, hogyha elmegyünk bárhova Erdélybe, egy kicsi faluba, csak találjunk valahol egy helyet, ahol jó botokat lehet vágni, és azonnal nekiállhatunk a gyakorlásnak. Az elején úgy kezdtünk el kardozni, hogy igazi kardokkal. Én most azért nem kívánom a fiataloknak, hogy olyan, ami kevés tudással rendelkeznek, akkor kockáztassák azt a sérülést, mint amit akkor mi kockáztatunk. Mi azt nem tudtuk akkor, de mi most már nagyon jól tudjuk ezt a részét, hogy jó képességű gyerekek voltunk, össze volt rakva a mozgásunk egyéb, de ez nem mindenkivel van így. És ezt el lehet viszont érni azzal, hogy ezeket a botokat a kezükbe tudjuk adni. És a másik fontos dolog, hogy a bot az egy azért kiváló kapcsolat, mert ahhoz, hogy ezt a botot ő megkaphassa, ahhoz ki kell menni a természetbe, meg kell tanulni, hogy mikor, hogyan kell kiválasztani, hogy kell feldolgozni, mit kell vele kezdeni, és a bot már ez első kapcsolata ahhoz, hogy a barantázó az ne a tornateremben töltse a mindennapit, meg a konditeremben töltse, hanem hogy lépjen ki az életnek a valóságába. Ezt egy nagyvárosban nagyon nehéz megérteni. Ahol megjelennek a bevásárlóközpontok, mindegy, egy kicsi faluban is, ahol már éjjel-nappal mindenki a bevásárlóközpontba megy is, már nagyon nehéz megérteni, hogy amúgy a csoda ott nem azon az úton van, ahol a háztól a bevásárlóközpontig, meg az új moziig el tudok menni, hanem pont az ellenkező irányba, amikor a másik irányba kezdünk el menni. Arra, amerre amúgy nagyapánk, meg a szüleink jártak. Ott vannak az igazi csodák, és igazából azt kell megismerni. Kapizni is lehet, közben lebugolni is lehet, közben felugrani is lehet. Kedvesen forró rövök közben. Mit tudnánk? Oké. Tegyed már sokat csinálni.
Adásunk végén hallgassák meg a sport ajánlónkat. A Dunaszfal DTK férfi kosárlabda csapata Szegeden próbálkozik meg a bravúrral pontok begyűjtésével. Aztán kedden 18 órakor Liga Kupa mérkőzés játszik a KTL Piroska férfi kézilabda csapata a Messzi István sportcsarnokban. És a hétvégén lesz a Justíciások futása, a Becsületfutás egészen pontosan vasárnap 8 órakor. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra!